hosszú idő után ismét angol klubcsapat szerepel Budapesten a Népstadionban, az egyik legnépszerűbb londoni együttes a Tottenham Hotspur. A két csapatkapitány virágcsokor és zászló cseréjével kezdődik a mérkőzés. Középütt Zsolt játékvezető, akinek sípszavára a fehérmezes angol játékosok indítják el 90 perces útjára a labdát, és mindjárt remek angol támadást látunk, meleg a helyzet, Gulyás kapuja előtt, lövés, Gulyás belevetődik, Dalnoki tisztáz. Ez bizony meleg helyzet volt. A Kézsi azonban ellentámadásba lendül, Fenyvesinél a labda továbbítja, Vile zsározatnál újra Fenyvesié, remek támadás, Fenyvesi beível, a kapus kiöklözi a labdát, Kertész be az oroszló, gól! Mintaszerű, nagyszerű akció végén megszületett a Kirizsi csapatának vezető gólja. Újra Kirizsi támad, az angol védelem azonban most tisztáz. A hátra húzódó jobbszélső kapja meg a labdát, Zsolt játékvezető fejét érintve kerül tovább a labda a bal oldalra. Egyelőre ott vagyunk még a Tottenham térfelén, hátra jön a bal összekötő a labdáért, továbbítja a bal fedezethez. Szép támadást látunk, adogatnak is, pedig jól adogatnak az angol játékosok. Meredek szökletés előre a jobbszélsőhöz, aztán Brooks kapja a labdát, lövés, gól! 1-1 tehát az eredmény. De most újra előre lendül a Kirizsi csapata. Fenyvesi ellenállhatatlan formában játszik, Kombódihoz továbbít. Az újdonsült balfedezet átkozza a Tottenham térfelére a labdát, viszi néhány métert, aztán újra Fenyvesihez játszik. Fenyvesi leállítja a labdát, maga elé veszi, aztán Vilezsálhoz játszik. Vilezsál egy remek csellel megy el, átível a másik oldalra, orosz lő, gól! Orosz helytett lövése a bal sarokban köt ki. A félidő eredménye 2-1 a Kirizsi csapata javára. A Tottenhami katosok a második félidőben nagy lendülettel támadnak, a Kirizsi védelem azonban Szabó és Mátrai szerelni tisztázni tud, és már is vágódik előre a labda Balszánhoz. Balszán nagyszerű formában játszik, elhúz a labdával, most újra a jobb hátvéd mellett Fenyvesi, aztán laposan begurít, láng, lő, gól! Ez is nagyon szép gól, 3-1 az eredmény a Kirizsi csapata javára. És a Kirizsi újra meg újra támadásba lendül, ott van a labda Kertésznél. Jobbszélső fölnéz, aztán a lyukra futó oroszhoz játszik, orosz elmegy a labdával, befelé gurít, ott azonban az angol védelem nagy ügyel majd tisztáz. Újra orosz kapja a labdát, lövés, gól! A Kirizsi csapat a végeredményben megérdemelten 4-1 arányban győzte le londoni ellenfelét.